Eljöttünk az első Debreceni Zamat Fesztiválra, megnézzük a szervezők miként oldották meg azt, amit a promó anyagukban írtak, vagyis hogy a vendégek átélhetik az alföldi vásárok múlt századbeli hangulatát. Első ránézésre a berendezés a 90-es évek BMW-nek báját idézi, kissé szeretvedett vidéki stílusban, a zene viszont tiszta 50-es évek. Azt is írták a szervezők, hogy a Zamat Fesztiválon több mint 50 program, 20 pálinkaház és 10 étterem szerepel a kínálatban. A gasztronómiai élvezetek mellett főszerepet kapnak az előadó művészek, kézművesek és hagyományőrzők, akik mind-mind a jó hangulatról és a felhőtlen szórakozásról gondoskodnak. Pálinkaházakkal és az éttermekkel nem is volt gond, de az 50 program akárhogy számoltuk, nem akart összejönni. Közben kicsit beszélgettünk az éttermesekkel, ki milyen kolbászt hozott. Debreceni páros, be tudja mutatni, hogy önök hogy készítik, van esetleg valami különlegessége? Kemencébe sütjük. Ennyivel másabb nálunk, mint a többi helyen. Mi azzal a specialitással jöttünk ki, hogy lepcsánkamasztában van beleforgatva, és akkor eznek az a neve, hogy debreceni borzas. A saját kézt és párolt kolbász, az ilyen bazsalikomos és ilyen pisztáciával van. Hát ez teljesen ilyen egyedi. Háromféle húsból van, négyféle fűszerrel készítettük el, és töltés után füstöltük. Ennyi végül is, ami magáról a kolbászunkról én úgy gondolom, hogy tudni kell. Debreceni páskolva titkos recept alapján készül, és ezt nem tudom elárulni. Szóval úgy tűnik, többen igyekeztek eltérni a hagyományos debreceni párostól, de az legyen a legnagyobb baj. Sokkal nagyobb gondot jelentett, hogy a szervezők súlyos túlzásokba estek. Azt most hagyjuk, hogy a promóanyagban az egyetem teret a város kiemelt kulturális és társadalmi szintereként írják le, de ugyanitt szerepel az is, hogy a rendezvénysátorban igényes környezetben 2000 ülőhely várja a vendégeket. Az ülőhelyek számával nem is volt gond, csak éppen a toj-toj vécék mennyiségéről és megfelelő éjszakai belső világításáról felejtettek el gondoskodni. És ha már itt tartunk, javasoljuk a szervezőknek, hogy próbáljanak meg csak egyszer az októberi hidegben egy sötét, mocskos, büdös bódéban ülve pisilni, hogy rájöjjenek, milyen nehézségekkel kell szembenézniük a hölgyeknek egy ilyen férfias rendezvényen, ha már az egyetem kávéház és a főépület bezárt. Na, a toj-toj vécében ilyenek a fényviszonyok. Nagyon sok mindent lehet látni.